Sziasztok, kedves barátaim! Ebben az adásban a világ néhány föld alatti városáról fogunk beszélni. Nézzétek meg végig a videót, és benyomásaitokat, következtetéseiteket, megjegyzéseiteket írjátok le a kommentben. A legtöbb modern város felfele nő. Az emberek szeretnek több emeletes épületeket építeni, ráadásul itt sok helyet spórolnak meg. Képzeljétek el, hogy egy kis földterületen éltek, és egyre több lesz a lakos. Hova kell építkezni? Természetesen felfelé. Mi a helyzet az irány megváltoztatásával? Egyáltalán nem azt javasoljuk, hogy költözzetek a metróba. Az a helyzet, hogy a történelemben sok példa van az ősi föld alatti városokra. Sok titkot őriznek, igazán lenyűgözőek, sőt néha ijesztőek is. Kockáztatnátok, hogy leereszkedjetek velünk együtt? Akkor nyomás! Derinkuyu. Kappadókiában a modern Törökország területén mintegy 50 föld alatti város található. Derinkuyu város a leghíresebb közülük. A város területe megközelítőleg 4 négyzetkilométer, és a föld alá haladva körülbelül 55 méter mély. A kutatók úgy vélik, hogy a város akár 20 emeletes is lehet, de eddig csak 8-at sikerült felfedezni. A kutatók és történészek azt feltételezik, hogy Derinkuyuban körülbelül 20 ezer ember is élhetett egyszerre, élelemmel és háziállatokkal együtt. Igen, és mindez a föld alatt. A kialakulása körülményeiről még mindig viták folynak. A török kulturális miniszter szerint a várost Krisztus előtt 8-7. Században alapították az ide költözött frík törzsek. Egy másik lehetőség az, hogy Derinkuyut még korábban építették, időszámításunk előtt 1900-1200-ban, amikor ezeket a földeket a hettiták lakták. Még mindig rejtély, hogy miért kezdték el a föld alatti építkezést. Minden szükséges dologra gondoltak a föld alatti városban. A lakosok 52 légcsatornát szereltek fel, még az alsó szinteken is könnyű volt lélegezni. A víz ezeken a csatornákon keresztül folyt le a 85 méter mélyre, elérte a talajvizet és kútként szolgált, miközben csökkentette a hőmérsékletet, ami folyamatosan 15 Celsius volt. A termek, alagutak, szobák és a város minden helysége jól meg volt világítva. A felső, az első és a második szinten voltak a templomok, az iskolák, raktárak, konyhák, étkezők és lakóterek hálószobákkal, valamint istállók, karámok a jószágoknak és borospincék. A harmadik és negyedik szinten fegyverraktárak, biztonsági helységek, műhelyek, különböző termelési létesítmények találhatók. A nyolcadik emeleten a családok és a közösségek kiválasztott képviselőinek találkozó helye található. De az emberek állandóan a föld alatt éltek-e? A történészek véleménye ebben a kérdésben eltérő. Egyes tudósok úgy vélik, hogy Derinkuyu lakói csak mezőgazdasági munkákra jöttek a felszínre. Mások úgy vélik, hogy a közeli kis falvakban éltek a felszínen, csak a támadások során rejtőztek el a föld alatt. Minden esetre Derinkuyu több mint 600 föld alatti titkos átjáróval rendelkezik, amelyben titkos kijáratok voltak a felszínre, köztük a fent található házakban is. Derinkuyu lakossága a 8. századig aktív életet élt, de ezt követően a lakosok elhagyták a föld alatti várost. Az ok még mindig rejtély. Hosszú ideig a város elhagyatott és elfeledett volt, majdnem elvesztették, míg végül fel nem fedezték 1963-ban. A helyi termelők és parasztok nem értették a valódi történelmi értékét annak, amit találtak, ezért ezeket a jól szellőző szobákat raktárként használták, valamint zöldségek tárulására. Ez addig történt, amíg tudósok és kutatók nem kezdtek el foglalkozni a várossal. Ma minden érdeklődő meglátogathatja Derinkuyut. Vielicskai sóbányák. A lengyel vielicskai sóbányák másolatát a távoli 13. században kezdték el kifejleszteni, majd a 20. század második feléig folytatták a só kivonását. Azt gondoljátok, hogy most valamiféle sötét bányáról fogunk beszélni, de nem. A helyi belső terek jobban emlékeztetnek az Erebor törpe királyságára. Egész a hegy mélyére épült, az erdőváros szépsége valóban legendás volt. Az első turisták a 15. században érkeztek a bányába, bár akkor nem egészen turisták voltak. A belépés itt csak a legfontosabb személyek számára volt engedélyezve, akik megkapták a király hivatalos engedélyét a személyes aláírásával.
Miért nézték ezek a különleges emberek a sóki vonását? Kizárólag oktatási célból. A 18. században egy lépcsős bányaakna épült, mely megkönnyítette a kirándulásokat. A 19. század elejére a turisták száma elérte a több százat. Az osztrákok növelték a turisztikai belső tereket, megnyitották a hozzáférést a második és harmadik szinthez. Az útvonal jól meg volt világítva, obeliszkekkel volt díszítve, sőt műemlékkel is. A másolatok annyira népszerűvé váltak, hogy a 19. század végi földrajzkönyv Vieliszka részletes leírása után kiegészítette, hogy Krakkó városa a közelben található. A 20. század elején bizonyos feltételek voltak az elfogadott turisták száma szerint, a látogatására az útvonalak megvilágításától függött, a turistákat pedig egy hegyi zenekar fogadta. Ma a Vielicka sóbányában több mint 200 különböző kamrát és kápolnát látogathat meg különböző mélységben. Ez egy igazi föld alatti királyság, amelynek széles utcái mentén lassan áthaladhat egyik hihetetlen szerkezetről a másikra. Neur. Franciaország egyik leghíresebb föld alatti városa Neur. Az azonos nevű város alatt található Picard tartományban. Ma bárki, aki szeretné, megnézheti. Franciaország északi részén számos ilyen föld alatti menedékhely épült, amelyeket maguk a helyi lakosok építettek, hogy maguk is elrejtőzzenek és elrejtsék tulajdonokat egy esetleges támadás során. A föld alatti Neur olyan nagy, hogy egyszerre akár 3000 embert is befogadhat. A hozzávetőleges becslések szerint ez a város a 9. században épült. Az alagutakat a helyi lakosok évszázadok óta menedékként használták. Néha több hónapig kellett rejtőzniük a föld alatt, és hogy egy ilyen létezés ne váljon kínzássá, Neur fel volt szerelve a szükséges kényelemmel. A föld alatti város fő jellemzője a kémények egyedülálló rendszere. Úgy tervezték, hogy ne adja ki a pincék helyét. A helyi lakosok több hónapig fűthették otthonaikat és főszedtek a tűzön, miközben teljesen láthatatlanok maradtak a kívülállók számára. Neurt sokáig használták, de ezt követően, mint a többi föld alatti várost, elfelejtették és elhagyták. A város újbóli felfedezésére csak a 19. század végén került sor, a felfedezés lenyűgözte a tudósokat. A föld alatti utcák, galériák és terek hálózata elérte a 2 kilométert. Átlagosan 33 méter mélységben helyezkedett el, sőt még egy templom is volt az épületek között. Kariz. Irán déli részén a Perzsa-öbölben egy kis sziget, kis, egy igazi paradicsomi üdülőhely, az egyik legnépszerűbb nyaralóhely. Azonban minket egyáltalán nem a strand érdekel. Kariz ősi föld alatti városa, kisvárosa alatt található. Hozzávetőleges becslések szerint ez az alagútrendszer több mint 2500 évvel ezelőtt épült, eredetileg a vízkészletek elosztására használták. A föld alatti város hihetetlenül nagy. Teljes területe körülbelül 10.000 négyzetméter. Igen, Kariz egy hatalmas föld alatti régi vízvezeték. Egyes kutatók azonban úgy vélik, hogy 1000 évvel az építkezés után a vízelosztó rendszert alaposan kiszivattyúzták és más célokra használták. A kutatók még mindig nem tudják, hogyan sikerült az ősi város lakóinak több mint 5000 évvel ezelőtt ilyen hatalmas alagutakat építeni. Néhány évvel ezelőtt megkezdődött a komplexum nagyszabású rekonstrukciója, amely után a tervek szerint boltot, turisztikai központokat, szórakoztató helyszíneket nyitnak a föld alatt. Képzeljétek el, mennyire meglepődtek volna kis ősi lakosai, ha ezt meghallották volna. Orvieto. Olaszországban Orvieto városának területén van egy bejárat a hatalmas föld alatti településekbe, amelyek a világon az egyik legérdekesebbnek számítanak. A város alapítói etruszkok voltak, a Krisztus előtt 8.-3. században Volsinia nagy etruszk városa volt a modern Orvieto helyén. Kezdetben a labirintusokat föld alatti útként használták, amelyeken keresztül könnyű volt kijutni a síkságra, de ezt követően a város növekedni kezdett. Istállókat és malmokat építettek a föld alatt, és fokozatosan menedékként használták őket. A mai napig megőrizték az esővíz gyűjtésére használt helységeket, és több borospincét is felfedeztek. Régen a föld alatt kézműves műhelyek voltak, sőt egy ősi olívaolaj termelő üzem is. De a kutatók legfontosabb értékes lelete az ősi sírok voltak. Ma Orvieto továbbra is a világ egyik legjobban tanulmányozott föld alatti városa.
Exeter föld alatti járatok. Az Egyesült Királyság területén számos titokzatos föld alatti alagút és különböző labirintus található. Az Exeter föld alatti átjáró az ilyen helyek egyike. Keskeny átjárók alacsony mennyezettel, teljes sötétség. Igen, ezeknek a helyeknek a látogatása biztosan nem azoknak való, akik félnek az zárt terektől. A biztonság érdekében az átjárók minden látogatója védősisakot kap. Az Exeter föld alatti járatai a 14. században épültek, eredetileg vízvezetékként szolgáltak. A friss vizet egy alagúton átvezető csöveken keresztül szállították a városba. A 17. századi angol forradalom idején a csövek nagy részét elküldték beolvasztásra, az alagutakat pedig részben betemették, üresen hagyva őket. Azonban sem a csövek, sem a törmelék nem akadályozták meg a helyi lakosokat abban, hogy ezeket a keskeny átjárókat menedékként használják. Azt mondják, hogy ide menekültek el a pestis és a bombázás elől. Pilzeni alagút. A pilzeni történelmi alagút egy egész város a város alatt. A föld alatti átjárók és labirintusok, melyek a 14. század körül jelentek meg itt. Most a pilzeni alagút közvetlenül a történelmi központ alatt van, és a város keskeny folyosókból, kis csatornákból, amik régen raktárként szolgáltak, munkahelyekből és pincékből áll. A föld alatti járatok hossza akár 19 km is lehet. A puha sziklán átvágott titokzatos átjárókon kívül az alagutak menedékként is szolgáltak. Emellett itt található egy bonyolult, de abban az időben nagyon hatékony vízelvezető rendszer, csatornarendszer, valamint egy kútrendszer a házak vízellátására. Mindenkinek, aki úgy dönt, hogy a föld alá megy és megnézi a furcsa járatokat, tanácsosabb melegebb ruhát viselni, végül is lent a hőmérséklet, még a forró nyáron sem haladja meg a 7 Celsius fokot. Ez minden! Ha megtanultatok valami újat és érdekes volt számotokra, akkor lájkoljátok a videót és iratkozzatok fel a csatornánkra. Hamarosan találkozunk!